Délutáni alkalomra az Ézsaiás proféta könyvéből olvasunk, a 9. részből az első 6 verset fogjuk felolvasni. Ézsaiás proféta könyvéből olvasunk tehát igényt, hogy a 9. részben találjuk megírva, az első 6 verset olvasom fel, és az igeolvasás után Szecsánszki Lajos testvért kérem bevessen bennünket álláskérő imába. A jelzett helyen Isten igéje a következőképpen hangzik. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosságra jobb. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpenyek eléig, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel, és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Amen. Imádkozzunk. Ját is emberek írtál, és nagyon meglepődött, mikor azt mondtam neki, hogy így van. A Bibliát is emberek írták, mint minden más könyvet ezen a földön, csak azokkal, akik a Bibliát írták, volt egy kis probléma ugyanis. Ezek nem azt írták le, amit a saját agyuk termelt ki, hanem ezek az emberek láttak valamit és hallottak valamit. És azt írták le hűségesen, amit láttak és amit hallottak. Ézsaiás proféta, amikor Isten láttat vele dolgokat, akkor szóról szóra azt írja le, amit látott. És mivel a végtelen igazságos és igazmondó Istennek a hűséges profétája, ezért vigyázz, hogy semmit nem ásítson meg, hanem mindent úgy adjon vissza, ahogy Isten megláttatta vele. Érdekes testvéreim a profétai látásmód. Ugyanis a proféta, amikor Isten ad neki kegyelmet, hogy beleláthasson a jövő eseményeibe, akkor ő egyszerre meglát többféle eseményt, és ezeket leírja. De nem tudja a sorrendet, hogy hogyan fognak következni egymás után, hanem egy esetleges egymás utániságban írja le. És ahogy telnek az idők, telnek a századok és telnek az ezredek, majd kibomlik a profécia, az idő bontja ki a proféciát. Ne felejtsük el, hogy amikor Ézsaiás proféta több mint 700 évvel Krisztus születése előtt ezeket a dolgokat látta és rögzítette, akkor olyan pontosan megprofétálta előre azt a módot, ahogyan Isten beküldi az ő fiát ebbe a világba, hogy épp észre nem lehet felfogni, csak akkor, ha volt valaki, aki idő felett álló hatalmas úr, és Krisztus előtt 700 évvel, Krisztus előtt 1000 évvel, Krisztus előtt akárhány évvel pontosan meg tudta mondani az eseményeket, ahogy le fognak zajlani ezen a világon, ahogy az idő kibontja ezeket az eseményeket. Ugyanis azt olvassuk, hogy mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Ugye a zsidók várták a mesiást. A Krisztus, Jézus Krisztus születésének idejére annyira felerősödött a mesiás várás zsidó országban, Izraelben, hogy ha meg akartak dicsérni egy családot, akkor azt mondták, hogy ez a család méltó lenne, hogy benne szülessen meg a mesiás. Azért adtak olyan sokan Jézus nevet a gyermekeiknek, mert ők tudták, hogy a Jehósua, a Jézus, a szabadítót jelent, és mindenki remélte, hogy hát, ha a mi családunkban születik meg a mesiás. Ne felejtsétek el, amikor Zakariás némán jött ki a templomból, és tudták, hogy angyali jelenés volt odabent,
és látták, hogy Erzsébet terhes, akkor sokan mondogatták, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből. Reménykedtek benne, hogy hátha Zakariás, hátha pont pap családjába születik vele a Mesiás. Várták a Mesiás. Most Ézsaiás proféta több mint 700 évvel Krisztus születése előtt mondja, hogy gyermek születik nékünk, tehát a Mesiás gyermekként jön be a világba, méghozzá fiú gyermekként. És aztán azt mondja, nem csak ennyit mond el, hanem több minden. Az uralom az ő vállán lesz, így fogják nevezni csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme, uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában. Na most testvéreim, Ézsaiás proféta több mindent látott. Látta azt, hogy egy gyermek születik, látta, hogy fiúként fog megszületni, látta, hogy az uralma növekedni fog és nem lesz vége az uralma növekedésének a Dávid trónján, és azt is látta, hogy ahogy a harmadik és negyedik versben olvastuk, mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján, mert minden dübörögve menetelő csizma és vérásztatta köpenyeg elég, és a tűz martaléka lesz. És Ézsaiás látja azt, hogy el fog jönni az az idő, amikor megégetik a katona bakkancsokat, megégetik a katona köpenyegeket, vagyis nem lesz tovább szükség katonaságra. Na most testvéreim, ezekből a proféciákból vajon mi az, ami már megvalósult? Mondom, a proféta belelát a jövőbe, egyszerre látja az eseményeket, és leírja őket, nem abban a sorrendben, ahogy bekövetkeznek, hanem egy esetleges sorrendben. És mivel hűséges profétája Istennek, mindent leír, amit lát. Mi az, ami ebből már eddig bekövetkezett? Hát bekövetkezett az, hogy megszületett egy gyermek, Mikeás proféta szerint Betlehemben. Megszületett egy fiúgyermek, de az még nem következett be, hogy az ő uralma növekedésének ne legyen vége, mert ugye Krisztus után 70-ben lerombolták a templomot, megszűnt az állam, megszűnt a nép, a Dávid trónja oda lett az ország, Izrael sem létezett, közel 2000 évig, ameddig majd ugye újra megalakult az ország, és újra a héber lett a hivatalos nyelv, de az se következett még be, ez még mi hozzánk is előre van, hogy a véráztatta köpenyegeket elégessék, összeszedjék a katonabakancsokat, hogy megszüntessék a katonaságot. Ez még nem következett be. Volt, ami bekövetkezett a proféciából, és volt, ami nem következett be. Most testvéreim, mivel a Biblia nagyon sok bekövetkezett és beteljesedett proféciát tartalmaz, semmi alapja sincs annak, hogy kételkedjünk benne, hogy a többi profécia nem fog bekövetkezni. Amikor Jézus visszajön, akkor következik el a békességnek az a korszaka, amikor nem lesz tovább szükség se rendőrségre, se katonaságra. Ugyanis amikor Jézus Szamárnáton ereszkedett lefele az olajfák hegyéről, akkor azért jött Szamára, mert kínálta a békességet. Segítette volna Jeruzsálemet a felismerésre, hogy a te királyod jön, a Mesiásod jön. Segítette volna a felismerésre, hogy hozza a békességet, kínálja ennek a városnak. Amikor újra vissza fog jönni, újra az olajfák hegyére érkezik meg, és azt mondja Zakariás, hogy ahogy érintik a lábai az olajfák hegyét, ketté válik a hegy, és egy hatalmas völgy alakul középen, ahova menekül a maradék, és akkor következik be ez, amit itt olvasunk Ézsaiás profétánál, hogy most már nem kínálni fogja a békét, hanem diktálni. Az ő szájának leheletével, azt jelenti, hogy csendesen beszél, nem lármáz, nincs tovább lövődözés, nincs tovább puskaropogás, nincs tovább robbantás, nincs kiabálás, nincs hangos beszéd, hanem egyszerűen az ő szájának leheletével kiparancsolja a gonoszt a jó közül, és megkezdi az ő igazságos birodalmát, felállítja az ő birodalmát, az ő országát, az ő igazságon alapuló országát. És akkor vizsgáljuk meg most ezt az ötödik verset, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Kedves testvéreim, azzal vezeti be Ézsaiás proféta ezt a proféciát, hogy a nép, amely sötétségben jár, vagyis sötétségben ül, sötétségben vesztegel. Egészen biztosan nem arra mondja Ézsaiás proféta, hogy nem jött volna fel a nap reggel, és nem nyugodott volna le este. Nem ilyen fajta sötétségről beszél.
hanem az istentelenségnek a sötétségét említi. Vajon most nincs sötétség, testvéreim, csak az Ézsaiás próféta idejében volt sötétség? Hát nagyon sokan egyetemet végzett emberek, diplomás emberek, nagyon sokan parlamenterek egyszerűen nem tudják, hogy fiúk vagy lányok, hát akkor nincs sötétség. Az iskolából kitiltották a veszőt. És ha kitiltod a veszőt az iskolából, majd behozza a diák a géppuskát. És halomra lövöldözi a diáktársait meg a tanárait. És már nem csak Amerikában, hanem Finnországban is. Akikre azt gondolta az ember, hogy ezek nyugodt emberek, békés emberek, északi népek, nem forra vérű. Azért testvérek, mert a Bibliában meg van írva. Aki megvonja a pálcát a gyermekétől, az nem szereti a gyereket. Úgy szeretem a gyermekemet, hallottam egyszer egy zagyva beszédet. Úgy szeretem, nem tudnám megverni. Azt mondja a Biblia, hogy aki nem veri meg a gyermekét, aki nem használ pálcát a gyermekkel szemben, az nem szereti, hanem gyűlöli a gyermekét. Mert időzített bombát nevel magának is, meg a társadalomnak is. És testvéreim, na most próbáljon az ember valaki, most próbálja valaki a nevelésnek ezt a Biblia által ajánlott módszerét alkalmazni a tanügyben. Hát úgy kivágják, hogy a lábos égi a földet. Jönnek először a szülők majd veszekedni, aztán kiszáll a sajtó, a média rögtön ráugrik, a kicsiből is nagyot fújnak, és örüljön a pedagógus, ha meg tud állni az állásában, ha nem fogják kivágni. Na de, testvéreim, ez meg volt jövendőben a Bibliában. A nép, amely nagy sötétségben jár, azt mondja, lát világosságot. Ha érdekelné a mai világot, ha érdekelné az embereket a Biblia világosság, akkor tudnám, hogy a Biblia mit ajánl világosságnak. És mint ahogy Isten az első teremtéskor, amikor megteremtette ezt a világot, először a világosságot hívta létre, először a világosságot, világosságra adta ki a parancsot, hogy legyen világosság, éppen úgy az újjászületésben is Jézus az, aki munkálkodik, aki a világosságának mondta magát. Tehát testvéreim, ha sötétség van, az ember nem ér való tekintettel, a gyermekek fenyítésével kapcsolatban, a gazdaságban is sötétség van, senki nem tudja megmondani, hogy hova érdemes befektetni, miből lehetne hasznot visszanyerni. A lopás, a gátlástalanság belefolyt a gazdaságba, fekete gazdaságot emlegetnek mindenütt, adócsalást emlegetnek mindenütt, pénzmosást emlegetnek mindenfelé, a politikában ott van a sötétség, senki nem tudja, hogy kit lehessen megválasztani. Hiába próbálom a szomszédomat megválasztani, amikor fölkerül a polcra, fölkerül a parlamentbe, éppen olyan semmi házi valaki válik belőle, mint a többiekből. Hiába, hogy ismertem gyerekkorától, hogy rendes ember volt, megszédül a hatalomtól, megszédül a magasságtól, és már nem való semmire. Már nem hozza azt, amiért én oda választottam, amiért oda tettem. Vagyis testvéreim, igen-igen nagy sötétségben vagyunk itt ezen a világon. A természeti katasztrófákkal kapcsolatban is, a túlnépesedéssel, a túlmelegedéssel, az üzemanyag hiánnyal, ami itt áll, itt kopogtat, itt dübörög az ajtó előtt, a vízhiánnyal, általános vízhiánnyal küszködünk, nem tudjuk, hogy mit csináljunk, és nagyon komoly tanulmányok volnak arra nézve, hogy hogyan tudna az ember túlélni ezen a bolygón, hogyan tudna tovább élni ezen a bolygón, és ugye megpróbálják a káros anyag kibocsátást kisebbíteni, csökkenteni, nem hallgatnak igazán senki rájuk, mert az önzés benne van a politikában, benne van a gazdaságban és minden vetületében az ember életnek. Most testvéreim, egy ilyen világnak van igazán szüksége a Mesiásra, a szabadítóra. És azt mondja Ézsaiás proféta, hogy az, aki eljött ezelőtt 2000 évvel, ő hozzá képes még majd csak több mint 700 év múlva érkezett meg a Mesiás, azt mondja rá, hogy az, amikor eljön, akkor azt úgy fogják hívni, hogy csodálatos tanácsos, erős Isten, békesség fejedelme és örökkévalóságnak az atya. Csodálatos tanácsos, nézzük meg az első nevet. Testvéreim, az Édenkertben addig, ameddig Ádám és Éva hallgatott Istenre, egyetlen tanácsot követett, addig nem volt tanástalan. Abban a pillanatban, amikor megjelent a sátán tanácsa, hogy csak nyugodtan legyetek a fáról, mert nem haltok meg, a két tanács közt az ember tanácstalanná vált. És most is tanácstalan a világ. Ha akarnánk,
kilábalni a bajból, és szeretnénk ebből a bűnnek, ebből a mocsarából elmozdulni, akkor a csodálatos tanácsát, tanácsosnak a tanácsát kellene kövessük. De nem követi az ember. Azok a kevesek, akik követitek az Isten tanácsát, ti ki is mozgultok, és Isten bevisz benneteket az ő országába, mert hallgattok a csodálatos tanácsosra. Most, ha én visszanézem az előző életemet, az istentelenül leélt életemet, egyre lejjebb süllyedtem, és megfenek lett az életem, azért, mert idegen tanácsra hallgattam. Nem hallgattam arra, aki csodálatos tanácsos. Ha a csodálatos, amikor elkezdtem a csodálatos tanácsosra hallgatni, akkor kiemelt a mocsárból is, egy teljesen új alapra helyezte az egész életem. Mert valóban úgy van, most is működik ez a dolog, ahogy Ézsaiás proféta több mint 700 évvel Krisztus előtt megjövendőlte, hogy Jézus csodálatos tanácsos lesz, éppen úgy van, az ő tanácsai most is állnak, ámenek és igazak az örök korokon át. Nézzük meg a másik nevét, az erős Isten, azt mondja rá, Ézsaiás így látja. Testvéreim, vajon a világ kitart erősnek? A világ, testvéreim, azt tartja erősnek, aki jó kapcsolatokkal rendelkezik, sok pénzzel rendelkezik, anyagi alappal, szép ruhákon tud járkálni, szép autókon tud furikázni, jó a szociális helyzete, jó a társadalmi pozíciója, arra gondolják, hogy erős ember. Vagy hírneve van, hatalma van, vagy pénze van, vagy tényleg fizikai ereje van. A Biblia meg azt mondja, hogy ne dicsekedjék a bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, és ne dicsekedjen gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, mondja az Isten, azzal dicsekedjen, hogy érti, és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a Földön. Kedves testvéreim, a Biblia szerint, Isten szerint tudjátok ki az erős? A Biblia szerint az az erős, akinek az erős Isten a barátja. Az az erős. Nem az az erős, aki a világ szerint erős. Ahogy mondani szokták, a gazdagságnak elég egy szikra, a szépségnek elég egy pattanás, a jó hírnek meg elég egy pletyka. És oda van. Ezért, ha valaki erős akar lenni, akkor az erős Isten kell legyen a barátja. Mert akinek az erős Isten az Istene, az Ura a királya, és ő pedig az alattvalója, annak nincs mitől félni. Mert ha Isten van velünk, tovább tudjátok, akkor kicsoda ellenünk. Nincs senki más. Ezért valóban Jézus Krisztusnak az a neve, hogy erős Isten. És nekünk azért van szükségünk erős Istenre, mert erősen nagy bajban vagyunk itt ezen a világon, mert erős az, aki fogva tart bennünket. Erős a lelkünk fogvatartója, erős a sátán, aki vigyáz a börtönőrünk, aki vigyáz itt ránk, hogy ki ne szabaduljunk a rácsok mögül. Igen, igen, de azt mondja Jézus az egyik példázatában, hogy ha a házat azt mondja, őrzi egy erős fegyveres, és egy nála erősebb jön, és legyőzi, akkor kiszabadítja annak a fogjait. Na ezt csinálta Jézus testvérei. Mivel ő erős Isten, eljött ebbe a világba, és ha te ragaszkodsz az erős Istenhez, ha neked Jézus Krisztus a megváltód, a mesiásod, akkor az ördög végbe kell nézni, hogy te szépen kisétálsz a ketrecéből, és besétálsz az Isten országába. Mert a nép, amely sötétségben jár, lát nagyvilágosságot, a halál árnyékának földjén lakókra a világosságra ragyog. Nézzük meg a következőt. Krisztus a békesség fejedelme. Azt mondja rá Ézsaiás proféta a proféciában, hogy az a király, aki eljött, aki gyermekként született meg Betlehemben, ez az a békességnek a fejedelme. Testvéreim, valóban így van. Figyeljétek meg! Éppen tegnap előtt beszélgettem valakivel, aki föl volt háborodva. És azt mondta, hogy testvére, nem tudok békességben élni. Figyeld meg a családomban, ez ilyen, az olyan, az amolyan. Szomszédomban ez ilyen, az olyan, a főnökem ilyen, olyan, nem tudok békességben lenni. Nem tudom, mit lehetne csinálni, de nem tudok, egyszerűen nincsen békességem. Ezek miatt a nyomorultak miatt is fel volt háborodva. Testvéreim, nem ez a fajta békesség az, amit a békesség fejedelme hozott. Tudjátok az isteni békesség milyen békesség?
Az isteni békesség olyan békesség, ami akkor is békesség, ha háború minden körülötte. Az az igazi békesség. Amikor emlékezzetek vissza a Genezáret taván, amikor hánykódott a hajó, a tanítványok merték a vizet kifele a csónakból, Jézus ott aludt a csónakban. Aludt! Aludt! Úgy költötték fel, hogy Mester, nem törődsz fel a jelesünk, hogy elveszünk. És Jézus békésen aludt a csónakban. Miért? Mert az ő békessége nem attól függött, hogy hánykódik a tenger, vagy a természet erői ott villogtatják a tudásukat, meg az erejüket. Nem ettől függött az ő békessége. Ő magában hordozta a békességet, mert ő volt a békességnek a fejedelme. És amikor felmagasodott a csónakban, és ráparancsolt a szélre meg a viharra, akkor lecsendesedett, mert ő volt a békességnek a fejedelme. Ő magában hordozta a békességet. És testvéreim, ha megszületik Krisztus a te szívedben, és engedett, hogy uralomra jusson, akkor békességet tud parancsolni a te szíved viharainak is. És akkor is békességed lesz, ha az anyósod olyan, amilyen, és akkor is békességed lesz, ha a férjed, a feleséged, a családtagjaid olyanok, amilyenek, neked békességed lesz, mert te előre nézel már a békességnek a birodalmára, akik éhezik és szomjúhozzák majd a békességet meg az igazságot, mert a békesség az igazságon alapszik, azok meg fognak elégíteni. Aztán testvérem, a következő név, amit említ Ézsaiás próféta, az örökkévalóság atyát, egy nagyon furcsa dolog. Nem furcsa, hogy egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, egy kisdev, és azt mondja erre a kicsi gyermekre, hogy ez az örökké valóságnak az atya. Igen, testvéreim, mert a Krisztus preegzisztenciája, hogy ilyen szakszót használjak hozzá, az, hogy ő mindenek előtt létezett, és egy adott pillanatban megjelent ezen a világon, mint ember. Ő Isten volt öröktől fogva. De egy adott pillanatban megjelent úgy is, mint ember. Azelőtt ő soha nem volt ember, de mint ember az ő, amikor felvette magára az emberi alakot, ennek az alaknak többet soha nem lesz vége. Mint ember lett az örökké valóságnak a atya. Mint Isten mindig is az volt a Szent Háromságnak a második személye. Atya, fiú. Mint fiú Isten, örökké való volt, öröktől fogva, örökké való Isten. De mint ember, amikor felvette így, mint kisgyermek, ahogy megszületik, ezért ez a furcsa dolog, hogy gyermek születik, és mégis az örökkévalóság atya, mert elkezdődött az élete emberi formában, de soha nem fog véget érni, hiszen amikor visszajön majd megítélni ezt a világot, akkor is úgy jön vissza, mint ember. Azt mondja a Pál apostol az egyik helyen, hogy Isten rendelt egy napot, amikor megítéli ezt a világot egy férfiú által. Egy férfiú által, Jézus Krisztus által, aki azért is felvette az emberi alakot, hogy mindenben megkísértessen hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt, hogy majd mikor ott leszünk az ítéletben, akkor senki nem mondhassa, hogy Uram, te nem tudod, milyen az emberlét ilyen tudja, mert ő is ember lett, tökéletes ember. Úgy kezdtem, mint akármelyik ember, sírva bejöttem be a világba, testvéreim, és ameddig itt tartózkodott ebben a földi életben, addig az ember létnek minden nyomorúságát megtapasztalta a saját bőrén. Tehát úgy fog visszajönni, mint ember. Egy ember formájú Isten, aki felvette az emberi formát is, fog bennünket kormányozni egy örökké valóságon. Hát, mi úgy fogjuk őt látni, ahogy elment. Így mondta a két angyal is. Ahogy láttátok őt elmenni, úgy fog visszaérkezni. Tehát amikor Ézsaiás a proféciát kapta Istentől, testvéreim, akkor belelátott a jövőbe, csodálatos dolgokat írt le, a szemeink előtt nagyon sok minden ebből a proféciából már bevalósult, és nincs miért gondoljunk arra, hogy a többi ne következne be. Csak megköszönni tudjuk a mindenható Istennek, hogy olyan nép között lakunk, amely sötétségben jár, és sötétségben vesztegel, és mégis nekünk van világosságunk, mert miénk lett a világ világossága, Jézus Krisztus által, és most már ő mondja nekünk, hogy ti vagytok a világ világossága, mert ezt a világosságot kellene továbbadni. Egy hívő ember, aki ragaszkodik az igéhez, aki az Bibliából tanul, aki Isten tanítottja, többet tud, testvéreim, akkor is, ha nincs csak két-három osztálya, vagy esetleg csak az elemi iskolája van, többet tud, mint akárhány doktorátussal rendelkező bármilyen híres tudós, akinek fogalma sincs a Szentírásról. Annak, ha azt mondod, hogy legyen szíves, mondja már meg, hogy mi lesz a mi földi civilizációnknak a jövője. Mondja már, mi lesz az emberiség, merre fele tart a történelem. Semmit nem fog tudni mondani.
Harangyázik össze-vissza. Ha benneteket meg kell, akár ki meg tudja mondani közületek. Merre fele tart az emberi történelem? Az ítélet napja felé. Arra felé tart. Amikor az, akit megjósoltak a proféták, egyszer már eljött, van egy szép kis énekünk, azt mondja, hogy valaki eljött, valaki elment, és valaki visszajön újra. Jézus Krisztusról van szó. Akár még hívő meg tudja mondani. Egyszer a Mesiás eljött, elment, ott van az Atya jobbján, újra visszajön, hogy megkezdje az ő igazságos uralkodását. Végre elhozza a békét, mert ő a békesség fejedelme. És az ünnep, ami elkezdődik, soha nem fog véget érni, mert ő az örökké valóságnak az Atya. És ha akarunk hozzá igazodni, igazodhatunk, és nagyon jó teszünk, ha hallgatunk rá, mert ő csodálatos tanácsos. Ezeket a gyönyörűségeket látta meg Ézsaiás proféta, és ezek teljesedtek be Jézus Krisztusban. És minden igaz jövendőlés rajtunk is beteljesedik, ha engedelmességgel követjük őt. Amen. 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 Ragyog te fényességgel a kegyelem, ragyog!